Hétvén ült meg ebben az udvarban, s mit haladott elé felé? Nem túl sokat, mert egész életében csak dolgozott és csak hallgatott. A földön ne keres igazságot! Miért ne keres? Mert nincs! 172 előadás, 1050 felnőtt, 955 diák és 3024 gyerekbérlet. Számokban így néz ki a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház 2014-2015-ös évadja, mely a Mikházi Csűrszínházi napokon bemutatásra kerülő Rendes feltámadás című drámával zárul. Csurulya Csongor művészeti vezető elmondta, az idei évre betervezett előadásokat egy kivételével sikerült színpadra állítani, csak a Sör, azaz a Shakespeare összes röviden maradt el. Ennek oka, hogy Nagy Csongor és Nagy Regina távoznak a 13 fős társulatból, valamint Jaka Borsója és Antal Csaba is 2016-ban egy fél évre kérték felfüggesztésüket külföldi utazás céljából. Mindezek mellett három színésznő is szülési szabadságon van, így a kis létszámú csapatban új művészeket keresnek. Jó hír viszont, hogy a bábtagozat beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen a Cókmóka vagy a Morgolódó Szekrénymanót a 40 előadás során 3000-en látták. Felülmúlt a elvárásainkat, és ennek örömén is, meg a terveink alapján is felbuzdulva már létre is jött a második előadás, az Égigérőfa, szintén Nagy Regina rendezésében, úgyhogy a jövő évadban ezzel indít a Bábszínház, de nyilván még sok összetevője van annak, hogy ez sikeresen működjön. Szeretnénk mindenféleképpen úgy a Bábszínházat, mint akár a Nagyszínházat is egyre jobban a profizmus irányába tolni. Nagy Pál az intézmény vezetője szerint az előadások száma is azt mutatja, hogy bár több nehézséggel is küzd a színház, a színészek kitettek magukért. A Szebb az élet halál utánra, bár nem volt a közönség kedvence, a szakma is felfigyelt, hiszen több romániai fesztiválra is meghívást kapott. Már megszokták sokan, hogy én évad végén soha nem tudok elégedett lenni, tehát mindig vannak elégedetlenségre okot adó dolgok is. Összességében azért én látom a pozitívumot a színház fejlődésében az elmúlt évekre visszamenően, hisz olyan előadásokat tudtunk színre vinni, amelyik részben a szakmának tudott megfelelni, hisz a Szebb az élet halál után az több neves romániai színházi fesztiválra is elhívták. Az intézmény vezetője pozitívumként említette, hogy a Kocsma Színházi produkciókat is sokan felkeresték, így ezt jövőre is szeretnék folytatni. Azt viszont fájlalja, hogy ebben az évadban sajnos az udvarhelyi iskolákban nem jutottak el. Ezen az elkövetkezőkben változtatni fognak, és a felolvasó színházakat az osztálytermekbe is előadják. A Dráma Kortárs Színházi Fesztivál 7. kiadása támogatók hiányában 2014-ben elmaradt, idén október 5-e és 10-e között megrendezik. Ami személy szerint is nekem rosszul esett az, hogy ki kellett hagyjuk a Kortárs Dráma Színházi találkozót, mert nem tudtunk elég sikeres pályázatot hozzárendelni, de az bizonyítja, hogy jól dolgoztunk, hogy az idén már meg lesz, hisz már vannak nyertes pályázataink. Úgyhogy tulajdonképpen nem is lehet egyértelműen sem pozitívan, sem negatívan véleményezni egy ilyen évadot, de hogyha előre akarunk tekinteni, akkor mindig a pozitívumokra kell építkezni. A székelyudvarhelyi közönségnek a 2014-2015-ös évadban utoljára kedden, azaz június 16-án este 7 órától játszik a társulat. A Zakariás Zalán rendezte háztűznéző felújított változatát tekinthetik meg az érdeklődők.